Mit gondol arról, hogy mitől lesz egy hely törzshelye valakinek? Arról tudok beszélni, amikor én fiatal voltam, hogy törzseink olyan volt, egy az, hogy hangulatos belső tér, ahol van nagyon jó kiszolgálás, tehát udvarias, kedves pincérek, akik megjegyzik az embert, tehát ha bevegyek több egyszerre arról, megismernek, tudják a szokásaimat, és maga az, talán az zárszó volt utolsó, hogy elérhető árakon mindez. Ráadásul ugye a törzshelyeknél az is számított, hogy a baráti körnek megfelelő az a hely. Tehát mindenki elfogadja azt a helyet. Ha nem, akkor próbáltuk más helyet keresni. De ez, amikor én voltam fiatalabb, sokkal egyszerűbb volt, mert akkor sokkal több nívós vendéglátóhely volt Győrben, mint most. Most ugye ketté van szakadva, vagy valami ilyen talpon álló, de az is ritka. Vagy pedig nagyon extra nívós helyek vannak, ahol sokszor feszélyeztetve érzi magát az ember. Ugye az sem volt utolsó szempont, hogy elérhetőség, a millió, a környezet, ezek mind számítottak valamikor. Lehet, hogy nem tudatos választások voltak, ezek tudattalatti választások. Mi volt annak idején a kedvenc helyük? Kedvenceink a belvárosban ugye voltak Resztaház, a Hungária söröző, itt étterem. Aztán éttermi szinten a régi Dózsakör, ami Szigetújváros találkozásánál volt, a Lábaparti étterem. Ezek mind arról voltak híresek, hogy kiváló konyhájuk voltak, többnyire élőzene, akkor ez divatban volt. Mit gondolsz arról, vannak ma még törzshelyek, vagy a változatosság a fontos? Szerintem amúgy igen, vannak törzshelyek, legalábbis a baráti körömből kiindulva mi is, nekünk is van egy megszokott helyünk, ahol mindig együtt járunk. Hova jártok? Mi az Üveges, ott úgy gondolom, hogy sokkal több olyan ember van, aki hasonló, mint mi, nem olyan kiskorúak. Szimpatikus a hely, a kedves a kiszolgálás, a pultosokban megismernek minket. Ez számít? Ez sokat számít? Igen, amúgy nekem például tök jól esik, hogy tudják, hogy mit kérek. Igen, meg olyan kedvesek tényleg. Meg szerintem jó a környezet is, olyan barátságos, meg körülbelül véve fákkal, meg ilyenek. Meg ugye világos, tehát nem ilyen eldugott helyen van. A ti társaságotoknak mi a lényegesebb a beszélgetés, és hogy mondjuk legyen egy viszonylag elfogadható háttérzene, vagy jó az, hogyha egy számotokra tetsző zene szól jó kis hangerőn, amire lehet szórakozni? Mondjuk én azt jobban preferálom, hogyha nem olyan hangos a zene, és általában itt azért halljuk egymást annyira, hogy tudjunk beszélgetni. Mert hát ugye mégis azért megyünk oda, mert hétköznap nem nagyon tudunk találkozni, hétvégén meg ugye itt összegyűlik a csapat, és akkor beszélgetünk, meg megvitatjuk, hogy mi történt a héten, meg ilyesmi. Mindig egy fix napon találkoztok, vagy ez így ilyen ad-hoc jelleggel szokott? Hát régebben ilyen fix nap volt, most meg inkább olyan változatos péntek, szombat, de ugye így a hétvége felé. De most, ha mindenki dolgozik, amint szabad napja van, akkor megyünk oda.